estét kívánok! Köszöntöm mai Városépítészeti Magazinunk kedves nézőit! Ki tervezi a várost? Döntések és kölcsönhatások a városépítészetben. Ezzel a címmel rendezték meg idén a 49. Szavária Urbanisztikai Nyári Egyetemet. Az 5 napig tartó tanácskozáson politikusok és az építészszakma képviselőinek segítségével arra a kérdésre keresték a választ, hogy kik tervezik és alakítják a városok megjelenését. A nyári egyetem programjához az idén már 6. alkalommal egy tervezői tábor is kapcsolódott, ahol fiatal építészek kaptak konkrét településfejlesztési feladatot. Ebben az évben Sárvár volt a helyszíne ennek a tábornak, hogy pontosan mivel foglalkoztak a fiatalok, arról is beszélgetünk a mai műsorban. És annyit még elárulok a kedves nézőknek, hogy ezt a műsort felvételről látják, amikor mi beszélgetünk, épp a nyári egyetem zárónapján vagyunk. Ennek köszönhető, hogy most itt üdvözölhetem a stúdióban vendégeinket, akik a nyári egyetem szervezői, illetve résztvevői. Nagy tisztelettel köszöntöm Körmendi Imrét, a nyári egyetem tanácsának elnökét, Brenner János építészt, aki Berlinben él, de neve is elárulja, hogy szombathelyi gyökerekkel rendelkezik, és szeretettel köszöntöm Szepesi Fruzsinát, aki egyetemi hallgató, és a táborról fog majd nekünk beszámolni. Kezdjük talán azzal, hogy miért is tartották fontosnak ezt a témát, ki tervezi a várost. Ezt gyakorlatilag minden előadó úgy érezte, hogy aktuális és fontos erről beszélni. Nézze, egy város az mindannyiunkat érint, a város élete. Tehát nem véletlenül néhány indoeurópai nyelvben a város szó az a közösséget is jelenti, nem csupán a fizikai környezetet. Ebből fakad, hogy mindannyiunkat érdekel, izgat, és akár gondolunk csak egy egyszerű lakóra, aki építi a saját házát, és azt mondja, hogy miért nem lehet olyan az én házam, az én telkemen, amilyennek én szeretném. Ki és milyen jogon szól bele? De ugyanígy egy politikus, akár polgármester, vagy egy országos politikus is azt mondja, hogy én is szeretnék hozzátenni a fővároshoz, vagy a megyei jogú városokhoz valamit. Sokan úgy kampányolnak, hogy már van egy konkrét elképzelésük, hogy merre kellene vinni a várost. És sok szereplős a játék, hagy egészítsem egy kicsit ki, tehát nem pusztán politikusok és építészek voltak az előadók, hanem körülbelül 12 szakma, a politikusok eredeti foglalkozását is tekintjük, akkor durván 12 szakma. És mindjárt a tervezőtáborra is szeretnék utalni, már ez is egy kérdés, hogy ki tervezi a várost, mert Magyarországon a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán végzett emberek tervezték és tervezik jellemzően a várost, de évtizedek óta megvolt az igény, hogy más országok, egy Németország, egy Anglia példájára legyen egy ettől különböző másik oktatás. Így például a tervező táborban is település tervezők vagy település mérnökök, azután akár politológus doktori iskolán lévő, akár közlekedés, itt a nyári egyetemen is közlekedésmérnök, történész és csomó minden más. Tehát ez a település tervezés vagy urbanisztika köze van az építészethez, de nem azonos vele. És milyen jó, hogyha ezek a fiatalok úgy szocializálódnak, hogy a későbbiekben is ezt a fajta együttműködést fenntartják egymás között. Fruzsinához fordulok. Az idei alkalommal Sárváron volt a tervezőtábor. Úgy tudom, hogy ilyenkor több feladat is van. Ezek közül talán választani lehet, vagy kijelölik, hogy ki mit csinál, nem tudom. Te mivel foglalkoztál? Én választottam ezt a feladatot, és a lakótelep rehabilitáció parkolási problémák megoldása volt a mi csapatunk feladata, 4 fős csapat, egy politológus, mint a tanár úr is mondta, és 2 településmérnök hallgató, és egy tájépítész. Te egy településmérnök leszel, hogyha végzel az egyetemen. Gondolom egyfajta helyzet elemzéssel kezdődik ilyenkor a munka. Mit tapasztaltatok ti ott Sárváron? Milyen helyzetből kellett kiindulni? Hát az egész úgy indult, hogy a polgármestert meghallgattuk, hogy ő mit gondol. Aztán azután lehet esetleg a lakosságot, ha ott találkozunk bárkivel faggatni, hogy ő mit gondol, mit szeretne, mik a problémák szerinte. És akkor azután persze hozzáadjuk a saját magunk véleményét, amit láttunk, és akkor ebből próbáljuk valahogy összegyúrni. És elmondanád konkrétan, hogy végül is hát, mit dolgoztatok? Ugye a parkolási probléma volt a fő, amit a polgármester kért. Hát ugye ezt próbáltuk parkolókkal megoldani, sűjesztett, akár zöldtetős parkoló, valami vizuálisan kedvező valószínűleg, és meg is oldja valószínűleg a problémát.
meg ezen kívül elbontottunk, vagy hát a tervünkben elbontunk majd egy meglévő földszintes garást, ami 105 parkoló található ott, vagy garázs, de egy csomóba például üzletek vannak, tehát hogy nem azt a célt szolgálja. És akkor ehelyett gondoltunk valami közösségi funkciót, ami nyit a tóra, és esetleg megteremtheti a vár és a tó kapcsolatát ezzel. Jól sejtem, hogy ilyenkor olyan ideális helyzetben vagytok, hogy nem kell nagyon korlátozó tényezőkkel számolni, tehát például nem mondja meg a polgármester például, hogy mennyi pénz áll mindenre rendelkezésre. Hát szerencsére nem. Álmodhatunk. A valóság már nem biztos, hogy ennyire színes. Melyek azok a tényezők ma Magyarországon, aztán majd esetleg a német példát is meghallgatjuk, amelyekkel számolnia kell egy építésznek, illetve mindazoknak, akiket az imént felsorolt, és akik a várostervezéshez bármilyen módon kapcsolódnak? A városok tervezésében általában azt lehet mondani, hogy kétféle terv típus van. Az egyik az úgynevezett kínálati terv, amikor egy város elkészíti az egészre, vagy a város egy jelentős részére egy átfogó tervet, és úgymond a befektetőknek, ingatlanfejlesztőknek, a lakosságnak kínál valamit, hogy ezt lehet itt építeni ezen a területen, és gyere, ha kívánsz, és vegyél ebbe a folyamatban részt. És van a másik, amely pedig már egy konkrét beruházási igényhez kötődik, ez a terv. Ugye ez egy izgalmasabb kérdés, mert akkor mögötte áll általában egy nagyon komoly gazdasági erő. És ez is az egyik problémája ma a társadalomnak, hogy a kínálati tervek háttérbe szorultak az egész fejlett nyugati világban. A közösségek, ami a 20. századra jellemző volt, hogy a városok vagy az állam nagyon határozottan tervezett és fejlesztett, az mintha a háttérbe szorulna. Átengedik a kezdeményezést a magántőkének, ő pedig a saját üzleti érdekei alapján nyomul, és ezért többen azt is fölvetik, hogy legalábbis Magyarországon, mintha megszűnt volna az igazi településfejlesztés, és helyébe egy ingatlanfejlesztés lépett. Talán éppen ön volt az, aki a nyitó előadásban valahogy úgy fogalmazott, hogy a tervezők feladatát lassacskán átveszik a politikusok? Hát nézze, erre is van példa, akár az országos politikára gondolunk, tehát a budai vár újjáépítése, illetve egész átépítése, és ott bizonyos hajdan volt épületeknek az újraépítése, de ugyanígy a Városligetbe is. Ezt nem Budapest fővárosa döntötte el, vagy nem a kerület vezetése döntötte el, vagy nem a közlekedési múzeum vezetése javasolta, hogy egy 100 évvel, több mint 100 évvel ezelőtti épületet, ami a II. Világháborúban súlyos károkat szenvedett, hogy ezt építsünk vissza. Hanem ez egy úgymond egy politikai akarat. És ez más területen is megfigyelhető ilyesmik. Egerbe például évtizedekkel ezelőtt egy úszoda épült, és ott is például a polgármester volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a tradicionális helyén a Bárány István olimpiai bajnok úszodája mellett legyen a fejlesztés, holott szakmailag mindenki azt mondta, akit megkérdeztek, hogy a város szélén legyen, ahol parkolóhely van, ahol egy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas úszoda jöhessen létre, stb. Tehát ez újra és rendre visszaköszön, hogy erőteljes politikusok, vagy egy részüknek nagyon határozott elképzelései vannak, amik gyakran a szakmákkal is szembe mennek. Tehát nem ott van a probléma, hogy a politika, mint megrendelő megjelenik, mert hogy ez valahol természetes, főleg, hogyha ugye közintézményekről beszélünk, hanem hogy az a bizonyos döntés, vagy az a leendő funkció éppen kívánatos, szükséges, fontos-e, gondolom én. Idéznék egy Granasztói Pál nevű urat, aki még a Fővárosi Közmunkák Tanácsának a munkaszervezetében dolgozott, egy közíró, vagy egy szakíró volt. Nagyon szép könyvei vannak, megész a 70-es éveket bezárólag. És ő írja azt, vagy ő is írja azt, hogy a város egy élő organizmus. Egy hihetetlenül bonyolult szervezet. Tehát azt fantasztikusan elmélyülten kell tanulmányozni ahhoz, hogy hozzá merjünk nyúlni. Tehát nem mindegy sebész, aki ott nyisz-nyasz vág, vagy tehát nem muszáj egy ortopéd lábat adni annak, akinek még van rendes.
Most amit mond, ugye az azt is jelenti, ha jól értem, hogy a város nem csupán épületek összessége, hanem többek között közösségi tér is, és még sorolhatnánk egy ökoszisztéma, tehát azt se felejtsük el, és így tovább. Tehát amilyen komplex funkcióval rendelkezik, olyan komplex feladata, tervezése, tovább gondolása. Feldobott Körmendi úr két labdát is. Az egyik az ingatlan fejlesztéssel volt kapcsolatos, tehát hogy a várostervezés, illetve településtervezés és az ingatlan fejlesztés kapcsolata, illetve a politika és a tervezés kapcsolata. Németországban mi a gyakorlat? Talán Németországban egy picit más a helyzet, annyiban, hogy a legtöbb városban van egy pont, ahol, ha úgy tetszik, a politikusi szerepkör összekapcsolódik a szakmai szerepkörrel. És ez egy jó évszázada bevett figura, ha úgy tetszik, a német városfejlesztés és városrendezés gyakorlatában, akit úgy hívnak németül, hogy Stadtbaurat, magyarra ez körülbelül úgy lehetne lefordítani, hogy városépítési tanácsnok, vagy hogy funkciók szerint próbáljon pontosítani, ha úgy tetszik-e, a városfejlesztését és városrendezését felelős alpolgármester, aki szakember, de ugyanakkor, ha úgy tetszik, a városi közgyűlés politikai többségének a bizalmát is élvezi, és aki a saját személyében valamilyen formában egyesíti ezt a két funkciót, tehát a szakmát és a politikát. És hát ezek a hölgyek és urak általában ugyanakkor nem csak rendkívül szakképzettek, hanem nagyon jól tudnak játszani a helyi politika klaviatúráján. Van egy pontos elképzelésük arról, hogy milyen irányba fejlődjön a város, és hogy ezt milyen eszközökkel lehet valamilyen formában ténylegesen megvalósítani. Tehát természetesen aztán az ő koncepciójuk sem jön be mindig 100%-ig, ez világos, ugye mindjárt tévedhető emberek vagyunk, és sehol sincs 100%-os eredmény, de azt hiszem, hogy ez a rendszer egész jól működik. És mi a helyzet az ingatlan fejlesztőkkel? Mert hogy ugye arra utaltunk itt az imént, hogy gyakran ők lépéselőnyben vannak, mondjuk a közszférával szemben, hiszen náluk van a tőke. Ez igaz, de ugyanakkor, hát legalábbis Németországban mondjuk az önkormányzatok, hát talán Magyarországgal összehasonlítva anyagilag általában valamivel jobban vannak leeresztve, az alkupozíciójuk talán valamivel jobb, és ugyanakkor általában megvan az, hogy megvan az a bizonyos politikai akarat is, ami az esetek többségében azt mondja, hogy igen, az ingatlan fejlesztő, mint olyan, az nem ellenség, nem ellenfél, ő egy tárgyaló partner, de ugyanakkor ő nem az, aki meg fogja határozni a folyamatokat, ez természetesen a legitimált városi politikai vezetés feladata. Mondanék erre esetleg egy példát, talán egy kicsit régebbi példa már Hamburgból, ott a 80-as évek végén egy nagy biztosító társaság azzal próbálta revolverezni a várost, hogy akkor kivonulunk a városból egy, mindegy, nem akarom a nevét mondani a helységnek, mert a magyar nézőknek úgysem mond sem mindegy, egy kb. 20 ezer lakosú kisvárosba, az akkor 1,7 millió lakosú Hamburgból. És akkor tényleg a hamburgi városi vezetés azt mondta, hogy gyerekek, ha nektek ez kell, akkor elmenjetek. Nem mentek ki. Elmentek tehát a végsőkig. Nem mindenki mer kockáztatni, ugye? Ugyancsak öntől hallottam az előadásában, amikor a németországi helyzetet jellemezte, és tulajdonképpen az urbanisztika kihívásaira utalt, hogy idősebb, színesebb és gyérebb lesz, ezzel kell számolni a jövőben. Azt gondolom, hogy ha nem is ugyanebben a tempóban, vagy ugyanabban a nagyságrendben, de ugyanez Magyarországra is elmondható. Azt hiszem, igen, ez számomra egy nagyon érdekes tapasztalat annyiban, hogy legutóbb 2006-ban ért az a megtiszteltetés, hogy meghívjanak ide előadónak a Savária Urbanisztikai Nyári Egyetemre, és akkor ezek a folyamatok Németországban már nem csak hogy nagyon kitapinthatóak voltak, hanem már politikai szinten is programok léptek életbe mindezeknek a kezelésére. És sok magyar kolléga, hát lazán fogalmazva, csak nézett, mint a moziban, mert egész egyszerűen nem akarták nekem elhinni azt, hogy valóban előállhat egy ilyen helyzet, hogy van olyan, hogy egy város nem növekszik, hanem igenis, hogy gyakorlatilag hihetetlen mértékben tud csökkenni a lakossága, és ezt többé-kevésbé hát egy átmeneti folyamatnak értékelték, és én pedig már akkor mondtam, hogy nem, ez sajnos nem egy átmeneti folyamat, ez egy hosszú strukturális váltás, és úgy látszik, hogy most ha úgy tetszik, Magyarországon is beértek annak a feltételei, hogy ezt mind a felelős politikusok, mind pedig a várostervezők kezdik látni ennek a problémának a komoly és hosszú távú dimenzióját. Magyarországon mi a helyzet? Valóban csökken többnyire a lakosság száma, gondolom a városokban, illetve egyéb településeken is, de ehhez képest nem biztos, hogy csökken a település mérete. Jól gondolom? Igen. 1980-ban volt Magyarországon a csúcs létszám, ez 700 valahány ezer fő körül járt, most már 10 millió alatt vagyunk,
Tehát durván egy 850-900 ezer emberrel kevesebben vagyunk egyszerűen az országban. Még azzal együtt, hogy Erdélyből, Kárpátaljáról, tehát a Szerbiából, vagy a Vajdaságból, szomszéd területekről nagyon sok honfitársunk beköltözött az országba. Azon kívül az is egy hiányként jelentkezik, hogy legalább 500 000 magyar külföldön dolgozik. Tehát itt nagyon sokáig a magyar társadalom hát behunta a szemét ezzel kapcsolatban. De ez a települések szerkezetére milyen hatással van? Hát nézze, a kezdődik ott a dolog, amit a városoknak és éppen a városokkal foglalkozó urbanistáknak talán nehezebben tűnt fel, hogy vannak falvak, amik kihaltak. Csak az nem, nincs reflektorfénybe, gyűrűfűt annak idején a 60-as évek végén megnevezték, de rengeteg olyan falu van, több száz pici település, amin 10 lakos, 12, 25, mind nyugdíjas. És ha véletlenül van egy-két gyerek, akkor hogy jut el az iskolába? És itt rengeteg ilyen kérdés van. Az, amire utalt, hogy csökken a városok lakossága, de nő a területe vagy a beépítettsége, ez egy a fejlett világban egy eléggé világjelenség. Urban sprawl-nak, tehát ilyen város szétterülésnek nevezi a nemzetközi szakirodalom. És azzal függ össze, hogy annak idején elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban a lift és a gépkocsi közül a gépkocsira szavaztak. Tehát nem emeletes inkább házakat kiköltöztek, és hát ez a vége láthatatlan, amit kertvárosnak szokás nevezni, én nem nevezném városnak, mert egy város a történelemben mindig az különböztetett meg, hogy nappal többen vannak benne, mint éjszaka. Hiszen bejönnek dolgozni, bejönnek a kereskedelem, bejönnek a ügyeiket intézni, az intézmények tanulni. Ezek a alvóvárosok, kertvárosok, minden ezek kihalnak. Tehát nappalra mindenki be a városba, ez iszonyúan megnőtte a forgalmat, és itt tovább fölfaljuk a zöldet, tovább, és itt tovább, és itt tovább. Ezt még mindig lehetett volna egészen kellemesen kezelni, a kiköltözési vágyat, hogy egy jobb körülmények között szabad levegő, napfény, én nem tudom micsoda, mondjuk a kötött pályás közlekedési hálózat, mondjuk a vasúthálózat mellett, mert Magyarországon elég sűrű, európai méretekben is egy sűrű hálózat van, ezek mellett fejleszteni, és kint a zöldben, a távolabbi településeken is akár, de egy viszonylag intenzitással beépíteni a területeket. Ehelyett a szabadon áll, jellemzően szabadon álló, viszonylag nagy telkes családi házakat preferálta a emberek többsége, és nem volt egy politikai akarat, nem volt egy felkészültség, maga a szakma se képviselte elég határozottan, hogy emberekhez így nem lesz jó. Mert lehet, hogy jól érzi magát, de éppen megint János a megmondhatója, hogy Németországban is rengetegen szétspricceltek a városokból a volt NDK területén, és utána rájöttek, hogy az orvos elérhetetlen, a gyógyszertár elérhetetlen, és itt tovább. Most szerencsére Németországban is, de azért Magyarországon is akad példa arra, hogy a lakókörnyezetet sikerül élhetővé tenni, és a kiköltözés helyett inkább ezt választják, és van, ahol ezt ügyesen és jól meg is oldották. Most itt a Nyári Egyetemen vetítették azt a filmet, amiből most a következő percekben a kedves nézők is fognak egy részletet látni, mégpedig a budapesti Üllői út két oldalát, ahol a város megújítás más-más útjait választották, a 9. kerületi Ferencváros leromlott kerületét a régi szerkezet megtartásával és tömbről tömbre történő felújításával úgy átalakították, hogy ma a főváros talán egyik legvonzóbb lakókörnyezetévé vált, míg a másik oldalon, a Józsefvárosban lebontották a komfort nélküli házakat, és egy új város szerkezetet alakítottak ki. A következőkben a Józsefvárosból látnak majd példát, pontosabban a Ferencvárosból láthatnak példát. A kettő közötti alapvető különbség az, hogy a józsefvárosi rekonstrukció, tehát a Korvin negyed, az egy óriás beruházás, a ferencvárosi rekonstrukció az pedig egy téglákból, lépésekből felépített beruházás. Tulajdonképpen a Ferencvárosban az történt, hogy a 90-es évek elején, amikor fölmérték azt, a Budapestnek az általános déli fejleszti iránya lesz a kedvező, és az időtájt volt a levegőben a virágkerítás is, föltűnt valakinek ez a terület, amire az volt a jellemző, hogy alacsony beépítési szintű volt, rossz urbanizációs adottságokkal, viszont igen jó pozicionális fekvése. Ennek alapján elindult ez a rekonstrukció, aminek tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy tömbönként csinálni a rekonstrukciót. Amikor egy tömb megépült
eladó lakásokkal, akkor eladták a lakásokat, és az ilyen módon befolyt pénzből csinálták meg a következő tömböt. Tehát egész durván szólva ez az egész akció voltaképpen nem került senkinek semmibe. Ez megvalósult piaci alapon. Hát sok mindenféle hozzátartozott, ritítani kellett a beépítéseket, parkokat kiépíteni, gyalogos közlekedő, gyalogos utcákat és elszosókat. Szóval most Budapestnek az egyik legélhetőbb negyede jött létre a Közép-Ferencvárosban. Eleinte nagyon nehéz volt, és el is voltunk keseredve, mert itt a földszinten nincsenek lakások az új épületekben, mindenhol üzlethelyiséget terveztek a tervezők, és ezek az üzlethelyiségek nem nagyon tudtak megtelepedni az első időkben. Nem volt meg az a fizetőképes kereslet tömeg, ami ehhez nyilván szükséges, és ma már ez megvan, de nem csak üzletek, hanem közintézmények, vagy nagyobb kereskedelmi létesítmények is épültek. Tehát 4 szálloda van például ma ezen a területen, ahol azelőtt egy ilyen se volt. Irodaházak vannak, tehát itt most már azért van egy olyan réteg, amelyik fogyaszt, és ettől élénkebbé vált az egész lakóterület. Mi azt gondoltuk már kezdetén, hogyha 2000-ben egy ilyen leromlott területen akarunk elkezdeni fejleszteni, akkor nagyon fontos, hogy valamit tudjunk nyújtani a leendő építetőnek. És ezért elkezdtük azt kigondolni, hogy hogyan lehetne egy olyan vonzó területet kialakítani, ami a befektető számára is már megéri. A hosszú időszak alatt volt egyszer szabályozási tervmódosításunk, akkor való igaz, hogy egy felet emeltünk, tehát hogy a 3,5-4-re, 4,5-re felcsúszott a szinteti mutató. A területrendezési szerződés keretében állapodtunk meg a befektetőkkel, akik cserébe elvállalták például, hogy a teljes Ferenc körüti csomópontot átépítették, vagy a teljes Práter utcának az elejét átépítették. Tehát, hogy az önkormányzat próbált ezzel a lehetőségével úgymond üzletelni, tehát próbált ebből a köz számára minél több előnyt megszerelni, úgyhogy szerintem ez a mostani szinteti mutató ilyen 4-4,5 körül van itt a területen. Talán a szombathelyek egy részének is van olyan élménye, hogy végigsétált mostanában a Ferencváros egy-egy területén, és ugyanazt tapasztalja, amit mi itt az imént láttunk, hogy egy leromlott területből valóban egy élhető és egy harmonikus, szép környezet alakult. Mi a titka, hogy ezt sikerült itt megvalósítani? Az első titok, egészen visszamennék még a létező szocializmusba, tehát már a Ferencvárosban olyan rossz volt a helyzet, hogy a 80-as évek legelején elkezdtek ezzel intenzíven foglalkozni, hogy mi is lehetne. Látták éppen a józsefvárosi kerületbe, hogy egy évvel vagy évtizeddel korábban az ott úgynevezett józsefvárosi rekonstrukció, az bár eredményeket felmutatott, de nem hozott egy olyan eredményt, ami vonzó lenne az emberek számára. 16 emeletes toronyházak, sivár, lepusztult környezet, a fák nem nőtek meg, a partra vetett halként ott maradt egy régi értékesebb háztömb virító tűzfalakkal, és itt tovább. És látszott, a szakma is érzékelte, és talán a kerület és a főváros vezetése is érzékelte, hogy itt valami másra lenne szükség. És elkészültek az első tervek. Ez arra mindenképpen jó volt, hogy amikor rendszerváltozáskor előtérbe került a bérlakásoknak a privatizációja, akkor a törvény egyetlen egy, illetve két menedéket adott az önkormányzatok, hogy ne kelljen eladni a lakást. Az egyik, hogyha valahol műemlék épületek voltak, a másik pedig, hogyha ki volt jelölve a terület rehabilitációra. A Ferencvárosban szerencsére nagy összefüggő terület ki volt városrehabilitációra szemelve, arra annak minősítve a területet, és így nem volt az eladási kényszer. Ezért az önkormányzat sokkal szabadabban tudott a területekben gondolkodni. És nem kellett, nem tudom, 100 vagy 1000 vagy több ezer tulajdonossal tárgyalni, bérlővel kellett tárgyalni, aminek egy picit más a tárgyalási pozíciója, vagy nagyon is más. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ők fölmérték, és a kerület, elfogadva a várostervezők javaslatát, egy olyan megoldásba gondolkodott, ami szinte telkenkénti tömbökre kiterjedő, összehangolt, de azt mondták, hogy ők nem akarnak ideengedni egy nagy beruházót, aki utána kézbe veszi az ügyeket, hanem ők szeretnék kézbe tartani a folyamatokat. Ehhez találtak szerencsére francia partnert, akiknek már Franciaországban ezzel kapcsolatban volt
tapasztalatuk, ezt a eljárásrendet, know-how-t hozták magukkal, bár biztos egy francia máshogy mondaná ezt a dolgot, létrehoztak egy közös két bankkal, egy francia és egy magyar bank, az OTP és a kerületi önkormányzat létrehozott egy társaságot, akire rábízta ezeket a dolgokat. A politika a politikai döntéseket hozta meg, és ez a szervezet pedig aztán a konkrét műszaki és gazdasági lépéseket. És bizony azt kell mondanom, hogy ez egy nehéz folyamat volt, mert nehezen indult be. Ugyanis amíg nem voltak a közterületek megújítva, a közművek felújítva, és a területnek nem emelkedett még a presztízse, addig nehéz volt lasszóval is fogni beruházót. De amikor ez fokozatosan megindult, akkor válaszolt rá a piac, és érkeztek a beruházók. De valószínűleg ez a dolgok menete, és én feltételezem, hogy hasonlóan történhetett Németországban is számos helyen. Én egyetlen személyes példával tudok szolgálni, de nyilván többet is tudna mondani a tarsójából. Freiburgban jártam nem olyan nagyon régen, ott van egy olyan lakótelep, ami a tudomásom szerint egykor katonai terület volt, és egyetemisták kezdeményezésére alakították át egy valóban zöld, fenntartható és egy nagyon élhető, barátságos környezetté. Igen, ez az úgynevezett Vauban negyed Freiburgban, ez valóban egy szép példa arra, hogy a kvázi, ha úgy tetszik, a civil kezdeményezések és az önkormányzatnak egy közös, jó sikerült projektje, ami hát mondjuk nem is egészen a standard szituáció, legalábbis eredetileg nem, ugye, mert noha a mai Németországban valóban nagy probléma volt katonai területek újrahasznosítása, tehát ez a városrehabilitációnak az egyik tipikus példája. De a másik példa viszont arra az, hogy tényleg, hogy hát amire Körmend Imre is utalt, hogy vannak olyan szituációk, régi városrészek, ahol sok egyéni szereplővel van dolgunk a városrehabilitáció során, nevezetesen az egyes ház tulajdonosokkal, ugye? Mondjuk annyiban különbözik itt a németországi helyzet a magyarországitól, hogy mi Kelet-Németországban is furcsa módon általában az ottani, hát nagyjából az eklektika idején létesült bérházállományt formálisan nem államosították. Általában ezeknek nagy részét egy ilyen kvázi kényszerkezelőség alá helyezték, ahol a tulajdonosnak gyakorlatilag nem volt beleszólása, de formálisan ő maradt a tulajdonos. És hát a német újraegyesülés és a jogállami állapotok újjáéledése során tulajdonképpen ezek a tulajdonosok visszahelyeződtek az eredeti jogaikba, és így már ők, ha úgy tetszik, a partnerei a városrehabilitációknak, amiket adott esetben ők is kezdeményeznek, vagy pedig amit az önkormányzat kezdeményez, vagy pedig, ami még egy különleges szituáció volt Freiburgban, a Vauban negyed esetén, ugye, ami még komplikálja a dolgot, hogy egy kvázi egy kivonuló francia hadsereg, amelyik először átadta kvázi a szövetségi kormánynak a területét, és a szövetségi kormány utána elkezdett a városi önkormányzattal közösen és a tartományi kormánnyal közösen azon gondolkozni, hogy mit is tudunk ezzel a területtel kezdeni. Elvileg azt is lehetett volna, hogy na, lebontjuk az egészet, és valami egészen újat csinálunk, de itt tulajdonképpen nagyon helyesen ökológiai elvek mentén azt mondták, hogy ami van meglévő épületállomány, megpróbáljuk újra hasznosítani, de energetikai szempontból megpróbáljuk rendkívül hatékony, jó állapotba felhozni, megpróbáljuk a környezetet olyan állapotba hozni, hogy minél zöldebb, minél élhetőbb, minél használhatóbb legyen, és ráadásul, ahogy említette is az elején, valóban a civil kezdeményezés szerepe, tehát ez tényleg egy olyan szép projekt, amivel, hogy mondjam, több legyet sikerült egy csapásra leütni. Amikor azt halljuk, hogy civil kezdeményezés, meg hogy a lakosság bevonásával történjen a várostervezés, és már lehetőleg a tervezés kezdeti szakaszában is legyenek információink arról, hogy mi történik, mi készül, vagy mik a lehetőségek, az a magyar fülnek még mindig azt gondolom egy kicsit idegenül cseng. Nálunk ez nem annyira természetes talán. És én azt gondolom, hogy ebben a mi felelősségünk, tehát a lakosság felelőssége is benne van, mert hogy mi sem gondolunk arra, hogy véleményt mondhatnánk, vagy akár beleszólhatnánk egy-egy település képének alakulásába. Nézd, én remélem, hogy az ifjúság majd máshogy áll lesz hozzá, de mindesetre ez az ószövetségi történet, hogy a Vöröstengertől a Szentföldig, az 40 évig tartott ez a vándorlás, és még a karizmatikus vezető Mózes se léphetett be az ígéret földjére. Tehát ez mutatja, hogy mi, akik idősebbek,
a létező szocializmusba szocializálódtunk, hát hozzászoktunk ahhoz, hogy megmondják nekünk, hogy mi a jó, és az egyben akkor villámgyorsan kötelező is, és a kezdeményező készség hiányzik a társadalomból. Ezért remélem, hogy a fiatalok majd csak ahhoz kellenek évek, mert ezek a viselkedés minták sajnos öröklődnek tovább, vagy nem genetikailag, hanem nevelésben vagy hozzáállásban, tehát kevés jó példát látnak a fiatalok, hogy vele merjenek vágni. De mondjuk az oktatásnak része, tehát ilyesmivel foglalkoztok az egyetemen? Szóba került egyáltalán a várostervezés vagy településtervezés kapcsán, hogy hogy lehetne a civil kezdeményezéseket etéren valamilyen módon felhasználni? Hát szakdolgozathoz, diplomunkához ajánlott közvéleménykutatást végezni, és ezen kívül egyetemi beadandókhoz is, ha az idő engedi. És egyszer nálunk járt az egyetemen Ferik Tünde, a Völgy-Zugoly műhelynek a cégnek a vezetője, és ő most itt volt a nyári egyetemen is, és ő pont erről tartott egy előadást, ez a lakosság bevonása, most gyált hozta nekünk példának. Ez egy kicsit macerásnak tűnik, meg lehet, hogy időigényes is, de talán lassan-lassan azért a mai gyakorlatba is beszivárok. Nem szeretném, igen? Bocsánat, hogy itt a nyári egyetemen volt egy előadás, még az Alföldi György számolt be a 8. kerületnek egy másik, tehát nem a Korvin negyedbeli részéről, hanem a Mátyás tér környékéről, ahol 10 éve folytatnak egy úgynevezett szociális városrehabilitációt, ami a helyi szegényekkel, nincstelenekkel, nagyon sok esetben egy nagy százalékban roma lakossággal kell nekik együtt velük gondolkodni, hogy mit lehetne előrelépni egy területen. És hát ő mondja, hogy bizony beleizzadtak. Tehát ez nem egy könnyű út. Sokkal egyszerűbbnek tűnik az az út, hogy erőteljes politikusi döntéssel, szakmai erőszakkal teremtünk rendet. Az sokkal látványosabb, sokkal gyorsabb. Csak olyankor lehet, hogy elfeledkezünk arról, hogy a legfőbb cél mégiscsak a lakosság életminőségének javítása, az pedig valószínűleg maguk a lakosok tudják leginkább, hogy azt hogy és mint lehetne elérni. Érdekes volt számomra, amikor a Vátiba dolgoztam, és 1979-ben jöttek svédek tapasztalatokat gyűjteni itt a Magyarországon, tehát egy szociáldemokrata vezetés volt, és némi reménnyel néztek ezt a szocializmust építő országokra, hogy itt talán tovább jutunk. Itt a magántulajdonnak az a nyomorúsága, hogy nem lehet dűlőre jutni, stb. Elmúlt. És ők kérdeztek bennünket, hogy hogy mennek ezek a városrehabilitációs programok, mert azt mondja, hogy nekik már a 70-es években az volt a tapasztalatuk, hogyha egy helyen nem sikerül a lakosságot megújítani, munkához juttatni, közösséget kiépíteni, stb., akkor a fizikai megújítás kidobott pénz. Majdnem teljesen kidobott pénz, mert az emberek lelakják pillanatok alatt, nem tudják fenntartani. Egy ilyen megújítással együtt jár komfortfokozat növekedése, a fenntartási költségeknek esetleg a minimális vagy nagyobb mérvű növekedése, stb. Hát, ha nincs munkája, vagy segélyből él, vagy idős, nem tudja már megtenni, akkor ez egy reménytelen ördögi kör, ami csak... Abban bízhatunk, hogy a saját hibáinkból tanulunk előbb-utóbb. Nem szeretném, hogyha úgy érne véget a műsor, hogy nem tennénk említést arról, hogy Brenner János annak az építész dinasztiának az egyik tagja, akik Szombathelyen jelentős munkát végeztek, és több ingatlan is őrzi a Brennerek építészeti tevékenységének emlékét. Az utóbbi időben azonban a Brenner név az hát nem túl pozitív összefüggésben hangzott el többnyire, mert hogy leégett a kaszinó épülete, az egykori Brenner villa. Ezzel kapcsolatban tudom, hogy önnek volt kezdeményezése. Igen, hát mondjuk kezdeményezés az majdnem túl nagy szó. Ehhez mindössze annyit voltam bátor felajánlani, hogy mikor értesültem a sajnálatos eseményről, hogy akkor felajánlottam a polgármester úrnak, hogy hát szerint szakmai lehetőségeim keretein belül, hogyha itt beindulna az újrahasznosítás érdekében valamilyen formában egy tervezési folyamat, hogy abban természetesen rendelkezésre állok némi szaktudással, és hát egy nagyon-nagyon szerény keretek között, de egy jelképes pénzfelajánlással is tudnám talán esetleg segíteni a folyamatot. De azt hiszem, a dolog lényege végeredményben ott van, hogy
Az a benyomásom van, hogy a város valóban felkarolja ezt az ügyet. Tegnap volt szerencsém egy rövid megbeszélést folytatni a polgármester úrral, aki volt kedves engem meghívni erre, és nála kifejezetten azt a benyomást szereztem, hogy ő is ezt szívügyének kezeli ezt a kérdést. A másik oldal a dolognak az, hogy természetesen, hogy itt is, mint minden városfejlesztési folyamatnál, a végeredményben mégiscsak ez bármilyen furcsán is hangzik, ugye? Hiszen arról van szó, hogy egy megfelelő, hosszú távú újrahasznosítást kell biztosítani, lehetőleg nem csak az épületnek, hanem az egész területnek. Tehát a dolgnak a lényege mégiscsak ott van, ha hosszú távú megnyugtató rendezést akarunk, hogy egy tisztességes kezelő használó kezébe kerüljön. Hát ami két dolgot feltételez, az egyik az ugye, hogy a tulajdonviszonyok megfelelően és megnyugtatóan úgy rendeződjenek, hogy egy új használó, egy új tulajdonos tudjon ezzel valamit kezdeni, hosszú távon tudjon valamit kezdeni, és hát ugye a helyi önkormányzati akarattal, ami viszont, mint említem, a polgármester úrral folytatott megbeszélés után kifejezetten az a benyomásom, hogy ő pártolja ezt az ügyet. Tehát kulcskérdés, hogy funkciót találjanak ennek az épületnek. Gondolom, hogy ez a katasztrófa sem következett volna be, hogyha egyébként az épületet valaki használja, és az rajta tartja a szemét, és a gazda gondosságával gondoskodik róla. Ez, ha megenged, csak egy mondatot hozzá, az angolszász világban ugye ezt a sajnálatos jelenséget, ami most bekövetkezett, ezt úgy szokták hívni, hogy the broken window effect, tehát az eltört ablak effektus magyarán, ugye, hogyha üresen áll az épület, ugye, akkor először eltörik egy ablak, akkor elkezd az eső beesni, azután betörik az ajtót, akkor adott esetben illetéktelnek behatolnak, tüzet raknak, és így tovább, és hát valószínűleg egy hasonló folyamat végeredményeként éget le sajnálatos módon a fedélszék. Most erről viszont az is eszünkbe juthat, és akkor talán még egy záró gondolatmenetre van időnk, hogy ha hasznosítatlan épületekről esik szó, akkor Magyarországon vagy ipari, elhagyott ipari épületekre gondolhatunk, vagy még inkább műemlék épületekre. A műemlékek felújítása pedig megint csak egy izgalmas kérdés, olyan szempontból is, ami manapság úgy gondolom, hogy nagyon gyakran terítékre kerül, hogy mit tegyünk azokkal a műemlékekkel, amelyeknek valóban csak romjai vannak, és mi, mint ahogy elhangzott szintén az egyetem egyik előadásában, nem szívesen járunk bokáig érő romok között, szeretnénk látni, hogy milyen volt az valamikor, és az utóbbi évek törekvései úgy tűnik, hogy ebbe az irányba viszik a műemlékek felújítását. Jó néhány középkori vár például megújult oly módon, hogy bizonyos részei, részletei újjá épültek. De itt Szombathelyen ugye nem kell messzire mennünk, hiszen itt egy jelentős ókori emlék rekonstrukciója történt meg, tehát az Ízeumé. Mi erről az önök véleménye? Mert úgy tudom, hogy a szakmát is erősen megosztja ez a gondolat. Igen. Nem régen volt, bő egy hete volt Noszfajon Eger mellett a műemlékvédelmi, 46. műemlékvédelmi nyári egyetem. És éppen a helyreállításnak ezt a vitatott kérdését tűzték napirendbe. Egy évvel korábban, augusztusban a Miskolcon a Diósgyőri vár lovak termében volt az országos főépítészi konferencia, amit gyakorlatilag a műemlékes szakma nagy része távol maradásával tisztelt meg. Tehát nagyon sokáig, második világháború után, de talán bizonyos nyomokban már előbb is, ha a Möller-féle zsámbéki megerősítésre gondolunk, és aztán a 64-es velencei karta is óva intette a városokat, hogy újjáépítsenek olyan épületeket, amit nem tudjuk, hogy pontosan hogy néztek ki. Magyarország talán élen járt ebbe a gyakorlatba, és rengeteg rom emléket, vagy elég sok, mondjuk inkább így, elég sok rom emléket őrzött meg. És valóban a társadalomnak az igényével, a hasznosítandó igényével ez nem nagyon találkozott. Nagyon kevés az olyan ember, aki egyrészt annyira képzett, hogy egy romból is el tudja képzelni, hogy mi volt itt valaha. Másrészt ez a magam tapasztalata is, aki talán erre képes vagyok, vagy mégis az a tapasztalat, ami más az elképzelni, hogy milyen egy árnyék ezen a belső udvaron, meg érezni, hogy nem süti a nap a hátamat, nem ég le a fejemről a bőr, vagy hogy egy kútból lehet inni. Tehát ez azért a legfantáziadúsabb képzelet se oltja el a szomjat.
Tehát, és azért ezek a helyek közül jó néhány, nem mindegyik, de jó néhány olyan helyen van, például Miskolcon a Diósgyőri vár, ami egy unikális hely a városban. Tehát nincs még egy olyan helye, és nincs még egy olyan helye, ami a történelmi távlatot adna annak a városnak. Tehát én megmondom őszintén, megértem ezt a vágyat az emberekben, és a politikusokban is, városvezetőkben is, hogy ezekkel valamit kezdjünk. Aztán van a másik része, amikor megnézzük a megvalósulásokat, hogy ott viszont egy iszonyú borotva élen táncolás folyik. Hogy az jó legyen az a megoldás, vagy nem. És ennek kellene, talán egy időt is kellene hagyni neki, hogy ez kiforja magát, de nem egyszerűen arról van szó, hogy előveszünk 150 éves terveket, és akkor felépítünk egy házat. Tehát nagyon, nagyon finoman és nagyon végig gondolva kellene ezen az úton haladni. És ezek a pályázatok, vagy az évfordulókra kész épületek, vagy a politikusi tervek nem mindig teszik lehetővé ezt a gondos mérlegelést. Mert hiszen a cikluson belül szeretnének egy látványos eredményt hogyne, produkálni. Hogyne. És valóban a turista pedig igényli az élményt, az attrakciót, hogyha egy-egy ilyen műemlék környezetben jár. A műemlékek kapcsán viszont gyakran merül fel, hogy azért sem eléggé ösztönzöttek a tulajdonosok mondjuk egy-egy épület felújítására, mert rengeteg jogszabályi feltételnek kellene megfelelni, ami nagyon ritkán lehetséges. Valóban túlszabályozott nálunk ez a terület? Hát ez egy igényes dolog. És a túlszabályozottság az jellemző, de sokkal nehezebb szerintem az a túlszabályozottságon túl, hogy nagyon sokszor változnak a szabályok. Tehát volt olyan éppen a műemlékvédelemmel rendelkező kormányrendelet, ami összesen 2,1 évig volt hatályban, és közben 10-szer módosult. Ez megengedhetetlen, ez totálisan szétzilálja a társadalmat. Tehát nem szabadna jogszabályokhoz ilyen sűrűn hozzányúlni. Tehát itt a Machiavellivel értek egyet, aki azt ajánlotta, hogy ezt úgy kell egy jogszabályt vagy egy törvényt megváltoztatni, mint azt az Istenek hozták volna térdre, imához, és nagyon óvatosan. És nem ezt látjuk. Tehát kell egyfajta kiszámíthatóság, nyilván, hogyha hosszú távú befektetésbe vagy tervezhetőség, hogyha ebbe fog valaki. Nagyon szépen köszönöm, lassan eljárt az időnk. Rengeteg dologról tudtunk volna még bizonyára beszélni, hiszen a várostervezés egy óriási feladat és egy óriási téma. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és beszélgethettünk. Mi pedig kedves köszönjük nézőink, a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Legközelebb egy hónap múlva láthatnak városképet itt a Szombathelyi Televízióban. Viszontlátásra!